Ez egy rendkívül fontos dolog az európai könyvzene életben, és így a magyar könyvzene életben is, hiszen itt egy olyan produkcióról van szó, ahol 100 milliós nagyságrendben nézik majd meg Európa lakói azt a művészt, vagy azokat a művészeket, akiket az egyes országok küldenek. I see it in your eyes, you wanna dance with me tonight. It's written on your body, yet you're putting up a fight. The way you move and how you groove is somewhere out of sight. You know it's only fair to tell you that you do it right. A zsűri meghallgatta a dalokat, méghozzá egy olyan lista alapján, amelyen csak is kizárólag a daloknak a címei voltak feltüntetve. Sem az előadó, sem a szerző, semmilyen más információt nem tudott a zsűri arról, hogy az a dal, amit hallgat, az amit lehet tudni. Kizárólag a dal volt a fontos. Nem volt feladatunk, hogy minősítsük külön-külön az összes dal, összesen 105 dal érkezett be. Nem volt feladata a zsűrinek az, hogy sorrendet állítson fel a dalok között. A zsűrinek kizárólag egy feladata volt, hogy egyet kiválasszon ezek közül a dalok közül. You on the dance floor, just by the way you move, you make me beg for more. I'm burning with desire, it's the night I've waited for. Don't you lose your emotion, don't you be shy tonight. Let the rhythm show you, baby, you can do it right. Tonight, come on, dance with me. Először is szeretném megköszönni a Magyar Televíziónak, hogy engem választottak. Tudom, hogy nagyon sok bonyodalom volt a verseny körül, de nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy engem választottak. Habár ez a dalok versenye, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a körítés, milyen a show, és garantáltam, hogy fantasztikus sort fogunk nyújtani, hiszen jó magam táncos is vagyok, és 15 év színpadi tapasztalat áll mögöttem. Igazából nagyon-nagyon boldog vagyok, és biztos, hogy ott leszek a versenyen, ezt megérhetem. Köszönöm szépen! Alapvetően ez egy nagyon látványos, nagyon dinamikus produkcióról van szó, és mindannyian, akik ilyen műsorokat csinálunk, tudjuk, hogy a legnagyobb bajunk mindig az, hogyha az énekes nehezen vetjük, nem professzionális mozog az énekes, akkor mögé teszünk táncosokat. Ez valamikor jósul, valamikor nem jósul, nagyon kevés olyan előadó művész van, aki teljes értékű énekes és teljes értékű táncos is, és azt hiszem, hogy ez egy olyan erős produkció lesz a színpadon, és ugye mindannyian, akik láttunk ilyen Eurovíziós Dalfesztiválon, látjuk, hogy ez milyen formátumú showműsor, tehát maga a puszta látvány, a puszta tér, amiben ez a produkció lett, az a zajban ez lenyűgöző, mindig lenyűgöző volt, szerintem ugye is az lesz. És én nekem az lesz a szerepem, hogy ennek az egész világítási rendjét, magát a színpadi produkciót a kint is tápad, illetve az egy művészekkel együtt a lehető legsikeresebbé tegyük, és én szerintem jó esélyt arra, hogy ez egy erős színpadi produkció lesz, mindenképpen erősebb lesz szerintem, mint amit én gondoltam volna, hogy tudunk meg a csinálni. Make me lose my way. Take a chance with me. Make my body sway. It's an overload in a disco fantasy. Let's dance the night away. Nagyon sokat tanultunk ebben az évben, és a televízió nem hibázott az első két esetben egyáltalán, reméljük ezen harmadikban sem fog. Ezzel együtt az időhúzásért, vagy ennyideig tartott, szeretnék elnézést kérni, és szeretnénk azt, hogy innentől kezdve együtt a magyar versenyzőért szurkoljatok, szorítsunk, a sajtó is, mi is mindannyian, mert ő most már a mi fiunk, és
És ugyanúgy, hogy egy olimpián szurkolunk a magyar versenyzőjét. Ugyanúgy szeretném, hogyha egy ország együtt szurkolna Zoliért.